Lassan lépdelt együtt két fuvolista szent egyháza földjén. Az egyik messziről jött vissza, arra a bizonyos napra, amikor övéivel együtt kezd bele 40 év dallamának a kódájába. Generációk énekelték, játszották el együtt ősrégi közösségük zenéjét. Ők már régóta tudják, hogy egy fecske is csinálhat nyarat. Aztán volt egy pillanat. A koncerten a két fuvolista egyike nagyot hibázott a szólójában. Ekkor megtört a zene menete, és bekövetkezett az, amit sosem felejtek el. Ugyanis a közönség és a zenészek a hiba ellenére jókedvűen felnevettek, és újra kezdték a problémás résztől. Nem is olyan régen, még Mozart idejében, ilyenkor a nagy érdemű a nem tetszését például rothadt paradicsomokkal, fújulással honorálta volna egy ilyen hibáért egy előadáson. Itt azonban együtt nevettek, és tovább léptek. Újra kezdték. Azt mondják, hogy a székely nem hajlik, hanem törik. De most már látom, hogy ez sem teljesen igaz. Mi lenne, ha képesek lennénk életünk előadása közben többet mosolyogni, esetleg merni hibázni, és néha kinevetni önmagunkat? Lehet, hogy akkor megtörne a gonosz varázslat? A koncert közben átballagtam a szemben lévő kocsmában, ahol akkor sokan ott figyelték élőben a televízió képernyőjén keresztül ezt az előadást. Miközben a fotósok és a televíziósok a sportcsarnokban izzadtak, én leültem egy asztalhoz, és csendesen figyeltem, ahogy a székelyek egymást hallgatják. Őket nézve, hallgatva, tabuk dőltek meg bennem. Ők sem csak olyanok, ahogy azt a kinti világ harsogja. Aztán a koncert szünetében az egyik fuvolista is átsétált a kocsmába, egy felesre, és miközben a hangszerét az egyik kezében szorongatta, szóba elegyedtem vele. Jó ember. Ott voltam. Hallottam. Láttam. Most már látom.